Andor, tiéd. Rendben, nagyon szépen köszönöm. Szeretettel köszöntöm a kollégákat, azokat is, különösen akik most online követik az előadást, és azokat is, akik majd felvételről fogják ezt látni. Igazából a mikrobittel vagy mikrobittel kapcsolatban szeretnék egy olyan bevezető előadást tartani, amely néhány ötletet is tartalmaz arra vonatkozóan, hogy hogyan lehetne felhasználni ezt az eszközt az oktatásban. Először is egy videó segítségével azért beszeretném mutatni, hogy miről is van szó. A Mikrobit az gyakorlatilag egy mini számítógép, a BBC vezetésével és 29 partner összefogásával került kifejlesztésre Angliában, és hogy a videón is láthatjuk, ez egy elég picike kis panel, egy 4 cm-szer 5 cm-es panel, és gyakorlatilag két gomb van rajta, vannak be- és kimeneti csatlakozói, és hogy a videón is látjuk, van egy LED matrix rajta, tehát ez már igazából egy nagyon jó kis használható kis eszköz, hiszen már a kijelzőt tudjuk használni, és tudjuk manipulálni ezt a LED matrixot, ezen kívül természetesen különböző szenzorai, gyorsulásmérője van, hőmérsékletérzékelője, fényérzékelője, irányérzékelője, ezeknek az adatait is ki tudjuk használni, fel tudjuk dolgozni, akár a játék készítést is izgalmasabbá tudjuk tenni, és ahogy látjuk, ez egy út lehet arra is, hogy például az okos otthon alkalmazásokat készítsünk, tehát lehetne csinálni olyan alkalmazást, hogy növényeket megöntözzük, hogyha mondjuk egy szenzor azt érzékeli, hogy száraz a földje, illetve akár távirányítóként is lehet használni, mondjuk mobiltelefonnal kapcsolatban, mobiltelefonnal összekötve, rádió kapcsolattal tudnak kommunikálni az eszközök egymással, illetve külső tápellátást is tudunk adni neki, gyakorlatilag két elemmel működtethető, így teljesen hordozható kis eszköz. Tehát nem vagyunk igazából odakötve a számítógéphez, hanem miután rátöltöttük a programot, természetesen akár fel is állhatunk, akár a szabadban is ki tudjuk próbálni, hogyha készítettünk egy alkalmazást. Maga a programozás az többféleképpen is történhet. A microbit.org per kód oldalon többféle környezet fel lesz kínálva. Én elsősorban a bal oldalon látható környezetről szeretnék beszélni, egy ilyen blokkszintű környezet, ez egy JavaScript block editor. De ahogy láthatjuk, akár Pythonban is lehetne programozni a kis eszközt, ez látható a jobb oldalon, és ezen kívül még vannak Androidos és iOS-es alkalmazások is. Természetesen tableten fogd és vidd módszerrel is lehetne dolgozni, és akkor áttölteni az alkalmazást erre a kis eszközre. Én azért nem annyira javaslom ezt a fajta munkát, tehát inkább az USB kábellel való összeköttetést javasolnám, mert eléggé lassítja a folyamatot, hogyha ha Bluetooth-on keresztül töltjük rá a programot, és akkor sok az üres járat. Nézzük akkor ezt a felületet, ezt a JavaScript-es block editort, ami a makecode microbit.org címen érhető el. Ugye maga a felület az olyan, hogy egyrészt tudunk új projektet készíteni, de meglévő állományokat is tudunk importálni. Tehát amikor készítünk egy projektet, azt el tudjuk menteni saját gépünkre, azt később is be tudjuk olvasni. Tehát itt ezen a portálon nem tudjuk magunkat igazából regisztrálni, hanem gyakorlatilag megjegyzi, hogy melyik gépet használtuk, és akkor mutatja a mi kis alkalmazásainkat, de hogyha más gépre ülünk rá, akkor nyilvánvalóan ezeket importálni kell. Vannak példaprojektek, vannak minták, kis alkalmazások, amiket be tudnánk olvasni, és ezek ötletként felhasználhatók, továbbfejleszthetőek is egyébként, tehát ez van ott a projektfelületen. Középen ugye látjuk magukat a blokkokat, ahol kategóriákban vannak rendezve ezek a kis elemek, és fogd és vidd módszerrel szépen ezt a vászonra rá tudjuk húzni. Hogyha tudjuk, hogy mi a komponensnek a neve, akkor nem kell, hogy kikeresgessük, hanem be is írhatjuk a nevét, és akkor leszűri a rendszer csak azokat a komponenseket, amiben szerepel az adott kulcsszó, és akkor már is használhatjuk. Tehát teljesen gyorsan lehet dolgozni, és bal oldalon a képernyőn láthatunk egy szimulátort is, ami mindjárt mutatja azt is, hogy mi fog történni, hogyha ez a program lefut. Tehát igazából a fizikai eszköz nélkül is tudunk már alkalmazásokat készíteni, és ki tudjuk próbálni, hogy az hogyan jelenne meg ezen a kis eszközön. Ez a szimulátor, ez kibe kapcsolgatható, ahogy látható, tehát nem kell, hogy mindig elfoglalja a képernyőt, meg tudjuk állítani mindig a program futását.
újra tudjuk kezdeni. Erre is van egy ikon. Van egy csiga ikon, amit hogyha megnyomunk, akkor lépésről lépésre fogja mutatni, hogy éppen hol tart az adott program feldolgozásában. Audio részét le tudjuk ugye némítani, és akkor teljes képernyőn is meg tudjuk igazából jeleníteni ezt a szimulátort. A mentés az nagyon egyszerű, alul szövegdobozba beírjuk a projektnek a nevét, és el tudjuk menteni. Ilyenkor, pici gondolkodás után ugye letöltődik az a hex kiterjesztésű állomány, amelyet gyakorlatilag már rá tudnánk másolni erre az eszközre. Ez, hogyha USB kapcsolatunk van, akkor ez meghajtóként látszik. Tehát F, ugye E meghajtó nálam, és akkor, hogyha oda másolom, akkor nyilván ezt végre is fogja hajtani. A blokkoknak a törlése az egyszerűen úgy történik, hogy középre vonszolom, és akkor ki tudom dobni a kukába, vagy a del gombot, hogyha megnyomom a billentyűzeten, ugyanígy működni fog. Alapvetően két blokkunk van, és látható, most éppen behúztam oda egy ikont, hogy át is tudok váltani több nézetben. Tehát van ez a blokk szintű nézet, de van egy JavaScript nézet is, ahol akár gépelhetem is a kódot. Tehát esetleg a nagyobbak már nem biztos, hogy így szeretnék az alkalmazást felépíteni, hogy behúzogatják a komponenseket. Lehet, hogy inkább gépelnének, és ezt a JavaScript formátumot használnák. Hogyha ide begépelünk valamit, és mondjuk elkezdünk gépelni, akkor van egy ilyen szövegkiegészítő funkció. Ez egy nagyon jó kis lehetőség, hiszen nem kell feltétlenül emlékeznünk pontosan arra, hogy mit akarunk beállítani. Pár kezdőbetűt beírunk, akkor segíteni fog a rendszer, és sokkal gyorsabban tudjuk az alkalmazásokat megcsinálni. Ezek a szerkesztők egyébként nem kompatibilisek egymással, tehát amit itt elmentenék, azt a Python editorban nem tudnám betölteni, mert a hex állományba bekerülnek további információk. És ezen kívül kérhetünk segítséget a felületen, van egy beállítási lehetőség, ahol például új csomagokat hozzá tudunk adni ehhez a felülethez. Ez nagyon izgalmas, hiszen egy állandóan fejlődő környezetről van szó, újabb és újabb lehetőségek jelennek meg. És ugye rá tudunk nagyítani, illetve el tudunk távolodni erről a vászonról, tehát attól függ, hogy milyen méretben szeretnénk látni a projektet, ezt ugye tudjuk állítani. Nézzük a következő lehetőséget, ha elkészül egy projekt, akkor azt hogyan tudjuk megosztani. Én is a példa állományaimat meg fogom osztani, tehát minden példa alatt majd látszik a linkje, hogyha arra azt begépeljük, vagy majd meg fogom osztani az előadást később, hogyha rákattintunk, akkor bejön majd az adott projekt, amit tovább lehet szerkeszteni. Ezen kívül van arra lehetőség is, hogy be is illesszük mondjuk egy weboldalra az általunk készített projektet. Erre több mód is van, amit itt látunk, az gyakorlatilag a forrása ennek a projektnek, hogyha rákattintanánk, akkor pedig ugye bejön az az állomány, amit már tudunk szerkeszteni is, de kifejezetten egy editor, egy szerkesztő részt is be tudunk illeszteni. Hogyha ezt megnyitjuk a böngészőben, azt fogjuk tapasztalni, hogy megjelenik a kód, megjelenik a szimulációs ablak, ezt nem tudjuk módosítani, viszont hogyha az edit gombra rákattintunk, akkor ugyanúgy a szerkesztő felületre el fogunk jutni, és onnantól kezdve akár módosíthatjuk is azokat az állományokat, amelyet valaki megosztott, és eljutott hozzánk a link. Ugye a linket az bárhol megoszthatjuk, közösségi oldalon, e-mailben is elküldhetjük egymásnak. És van egy szimulátor rész is, hogyha ezt a részt fogjuk beágyazni a weblapra, akkor gyakorlatilag ez a szimulátor, ez a picike kis mikrobit eszköz megjelenik. Hát ha teljes képernyőn, akkor elég nagyba, de itt nyilván a beágyazó kódnál be tudjuk írni, hogy hányszor hányas ilyen téglalapba szeretnénk ezt beilleszteni, tehát nem kell, hogy ilyen sok helyet foglaljon el a képernyőről, és van egy negyedik lehetőség is, ez a parancsoros megjelenítés. Van egy parancsoros környezet is, gyakorlatilag amit le lehet tölteni, és ahhoz kapcsolódóan kapunk ott kódot. Ezzel most ebben az előadásban nem szeretnék foglalkozni. Nézzük azokat az ötleteket, amelyeket meg szeretnék osztani. Elsősorban az ismerkedést azzal szeretném kezdeni, vagy azzal célszerű kezdeni, hogy
Például animációkat készítünk. Tehát, hogyha már ha van egy LED mátrixunk, akkor miért ne lehetne kihasználni úgy, hogy egy animációt jelenítünk meg. Alapvetően egy ilyen két blokkunk van. A Forever blokk az gyakorlatilag egy háttér folyamatot fog jelölni, tehát az a háttér folyamat az folyamatosan ismétlődik. És van egy on start blokkunk, az pedig ugye az indításkor le fog futni az a kódrészlet. A LED matrixot nagyon egyszerűen tudjuk manipulálni. A basic blokkból, hogyha kihúzzuk ezt a show LED modult, kis blokkot, akkor be tudjuk állítani, hogy mely ledek legyenek kigyújtva, és melyek ne. És jelen esetben csinálunk egy ilyen robot alakot. Egy pálcika emberszerűség. Az is nagyon ötletes a Microvid-ben, hogy ugye ez az 5x5-ös matrix ez nem túl nagy, tehát nagyon részletes animációkat nem tudunk csinálni, de mivel a Microvid logó, ez a kis kapocs, ez a két ponttal, ez gyakorlatilag olyan, mintha egy robotnak a feje lenne. Tehát, hogyha csak a testét rajzoljuk meg, az is nagyon jó kis eredményt tud adni. Jelen esetben ugye az történik, hogy integet a robotunk, és ezt folyamatosan teszi. Ez egy nagyon egyszerű kis animáció, a gyerekek ezzel egyébként nagyon sokáig el tudnak szórakozni, hogy saját animációkat készítenek. De hát nyilván tovább lehet lépni, tovább is kell lépni. Amit most meg szeretnék mutatni, hogy mentéskor mi fog történni. Ugye amikor elmentem ezt a projektet, adok neki egy nevet, akkor ugye rákérdez a rendszer, hogy hol mentse, én mindjárt erre a mikrobitre fogom rámenteni, meghajtóként látszik, és utána azt is megmutatom, hogy mi fog történni. Tehát ahogy rákerült ez a kis kód az eszközre, onnantól kezdve ez az animáció, ez szépen látszik is. Az is látszott ezen a videón, hogy egy külső tápellátása van a rendszernek, tehát éppen ezt el is tudnám vinni akárhova magammal, és megmutatni mondjuk, hogy mit csináltam. Mindjárt egy problémára is fel szeretném hívni a figyelmet, ami előfordulhat, amikor a gyerekek animációkat csinálnak, és ezt jó, hogyha az elején tisztázzuk. Itt van ugye ez az integető robotunk, csináljuk meg azt, hogyha az A gombot megnyomjuk, akkor a másik kezével integessen. Ezt ugye nagyon egyszerű megcsinálni, felhúzok egy másik blokkot, az A gombot lenyomom, akkor mi történjen. Ezeket a blokkokat egyébként lehet duplikálni is, tehát nem kell még egyszer behúzni, egyszerűen csinálok egy másolatot, beteszem a másik blokkban, és jelen esetben ugye ez nem fog többször lefutni, tehát arról is gondoskodnom kell, hogy egy ciklussal ez többször egymás után lejátszam. Ez most egy repeat ciklus lesz, amit itt látunk. És működik is szépen, tehát hogy az A gombot megnyomom, akkor négyszer integet nekem. Hogyha a Forever blokkba visszateszem ezt a másik integetést, és lenyomom az A gombot, akkor viszont az látszik, hogy itt hát a robot egy picit érdekesen kezd integetni, hát ez inkább hátúszáshoz hasonlít, talán nem is integetéshez. Egyszerűen arról van szó, hogy a háttér folyamat is működik, de időközben, mivel az A gombot megnyomtam, mást is kell csinálni az eszköznek, ezért összekeverednek gyakorlatilag ezek a dolgok. Erre nagyon kell figyelnünk. Tehát ilyen esetben érdemes ketté választani. Tehát a Forever blokkot ilyenkor meg lehet szüntetni és kiváltani máshogy. Például így, és akkor ez már lehet egy feladat a gyerekeknek, hogy csináljanak egy olyan animációt, ahol a robot az integet, mi pedig úgy, hogyha az A gombot megnyomom, akkor mondjuk a rendezői bal kezével, meg a másik gomb hatására a jobb kezével fog integetni. Ugye itt láthatjuk is magát az eredményt, és ugye alul a linket, hogyha valaki begépeli, akkor magát a projektet is meg fogja kapni, és tudja módosítani. Alapból megjelenik a pálcika ember, és attól függően, hogy melyik gombot nyomjuk le, másik kezével fog integetni négyszer a robot. Most természetesen ezt az animációt tovább lehet fejleszteni. Érdemes is tovább fejleszteni, mert akkor mindjárt a szenzorokban rejlő lehetőségeket is be tudjuk mutatni a gyerekeknek. Tehát nem csak a gomb megnyomására tudjuk elérni azt, hogy a robot integessen, hanem akkor is, hogyha az eszközt balra vagy jobbra eldöntjük. Ezekkel a blokkokkal tudjuk ezt megtenni. Ez az on, tilt left, tilt right, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy eldöntöttük-e az eszközt, megdöntöttük-e balra vagy jobbra, és ezen eseményeket természetesen fel tudjuk használni, ugyanúgy hozzá tudjuk kötni ezt az animációt, hogy bal kézzel integet, jobb kézzel integet, sőt,
a másik irányba való döntést is le tudjuk kezelni. Ezt logó áp, illetve logó dán eseménynek hívja ez a környezet. Egyszerűen arról van szó, hogy a vízszintes állapothoz képest ez a microbit logó, ez lejjebb fog kerülni, vagy feljebb fog kerülni. Tehát a döntés az, hogy a hozzám közelebb eső része a mikrobitnek az feljebb kerül, vagy lejjebb kerül. És ezek állapotokra külön animációkat csinálhatnak a gyerekek, itt már szabadabban gondolkozhatnának, hogy mit csináljon a robot, hogyha mondjuk ebbe a két irányba döntöm az eszközt. Animációkat csoportmunkában is lehetne csinálni, akár két vagy négy fős csoportokat is lehet csinálni, vagy akár több főst is. Mutatok egy inspirációt, hogy mire gondolok ennek kapcsán. Itt ezen a videón, ami valós felvétel, tehát minden, amit látunk, az nem manipulált, egy animációt látunk, több mobiltelefonra készült, ezek egymás mellett helyezkednek el, és itt nyilván az animációnál nagyon fontos az időzítés. Látjuk, hogy újabb eszközöket raknak le, ezek az eszközök mozoghatnak is, egymás mellé kerülhetnek. Ha nem is tudunk ilyen részletességű animációt csinálni a mikrobitekkel, azért, hogyha egymás mellé lerakunk ilyeneket, azért nagyon ötletes dolgokat ki lehet találni, látványos, vicces eredmény is születhet, tehát akár mehet körbe-körbe is valamilyen objektum, ami változtatja az alakját, tehát itt a gyerekeknek kell igazából megtervezni, hogy mi fog történni. Igazából annyi az újdonság, hogy a késleltetést azt használniuk kell, tehát meg kell adni azt, hogy melyik mikrobit mikor kezdjen el rajzolni. És hogyha ezt összehangolják, megtervezik szépen, akkor nagyon jópofa eredmények születhetnek, ezt meg lehet osztani közösségi oldalon is akár. Nézzük akkor, hogy játékfejlesztéssel igazából hogyan lehet érdemes bevezetni ezt az eszközt. Az egyik ilyen játék, az a kőpapír rolló, amit meg szeretnék mutatni. És hogyha megnézzük az angol nyelvi tutoriálokat is, ott is elő fog fordulni ez a projekt. Nem véletlenül, mert egyszerűen adja magát. Tehát itt van egy eszköz, amin a rázás az gyakorlatilag kezelhető. Van egy ilyen esemény, hogy shake. Ha megrázom az eszközt, akkor miért ne lehetne olyat csinálni, hogy véletlenszerűen mondjuk egy kő alak jelenik meg, egy papír, vagy egy orló. És ez az ikon, például az orló ikon, az be is van építve ebbe a környezetbe, tehát nem kell megrajzolni a gyerekeknek, hanem egyszerűen csak kiválasztják. És maga a projekt az lehet az, hogy készítünk egy ilyen kőpapír orló alkalmazást, és az eszköz két gombjára pedig rákötjük azt a funkciót, hogy nyilván tartjuk, hogy hány pontot értünk el. Tehát amikor párban játszunk a kőpapír orló játékot, akkor mindenki nyomon tudja követni, hogy nyerte a játszmában, vagy vesztett, és hát ez alapján ugye ki is lehet hirdetni, hogy ki volt a legügyesebb, kinek van a legtöbb pontja. Amit még javasolnék, mindjárt egy továbbfejlesztését megmutatom ennek a játéknak, vagy egy kipróbálásának, de akkor nézzük meg a forráskódot is. Egyszerűen arról van szó, hogy a shake eseménynél beállítom, hogy egy véletlen szám 0 és 2 között vegyen fel értéket. Hogyha 0 lett, akkor a kő jelenik meg, hogyha 1, akkor a papír, különben pedig az orló ikon fogjuk kirajzolni. Tehát itt már látszik, hogy néhány beépített ikon nem kell megrajzolni, az orló az tipikusan olyan, hogy csak így ki kell választanom és megjelenik, tehát nem kell végig kattintgatni a LED matrixot. Kezdetben ugye letörlöm a képernyőt, beállítom a pontszámot 0-ra, hogyha B gombot nyomom meg, akkor megnövelem a pontszámot, meg is mutatom, tehát a kijelző megjelenik, az A gomb hatására pedig ugye csökkentem a pontszám értékét. Ugye el lehet szakadni nyugodtan a számítógéptől, tehát hogyha van egy külső tápellátás, akkor fel lehet állni a tanterembe, vagy ki lehet menni akár iskolán kívülre is, és lehet játszani kőpapírolló játékot. Amit itt javasolnék, és ezt egyetemistákkal is szoktuk egyébként játszani, hogy egy tojás fióka sas főnix játékot fogunk játszani. Ez azt jelenti, hogy mindenki tojás állapotból indul, a gyerekek párban játszanak egymással kőpapírolló játékot, és nyilván akkor feljebb kerülnek ebben a státuszban. Tehát tojásból fióka, fiókából sas, sasból főnix lesz. Tehát mindenki olyan párt keres magának, aki azonos szinten van, és
Hát nyilván a mikrobit kijelzőjén rajta van egy szám, hogy ők milyen stádiumban vannak most, tehát egyes, kettes vagy hármas állapotban. Aki legelőször eléri a főnix szintet, ő nyer. És ezt nagyon élvezik a gyerekek, többször is le lehet játszani, tehát igazából amellett, hogy egy picit programoztak, már fel tudnak állni, és ki is tudják ezt használni, el tudnak szakadni a számítógép mellől. És hát akár ennek a játéknak is lehetne továbbfejlesztése, tehát az interneten is rengeteg olyan játékot találunk, ahol ennek van valami tovább gondolása, nem három állapot van, hanem bevezetnek több állapotot is, tehát eleve tovább lehetne fejleszteni. De az eddigiek alapján nyilván a gyerekeknek lehet adni olyan feladatot, amit meg tudnak csinálni. Tehát akár egy dobókocka szimulátor is ilyen lehet, véletlen számot kell generálni, meg tudjuk jeleníteni ugye a kijelzőn a dobókockát, de az is lehet, hogy egy gomb hatására nem a dobókocka jelenik meg, hanem számok jelennek meg, úgy generálunk véletlen számot, vagy tudjuk azt is szimulálni, mintha két dobókockával dobnánk együtt, olyan társasjátékok is vannak, ahol ez előfordulhat, akkor mondjuk a B-gomb megnyomására lehet ilyet is csinálni. Amit itt még érdemes megmutatni a gyerekeknek, hogy a tanár készíthetne olyan dobókocka szimulátort vagy generátort, ami egy picit csal. Tehát többször dobja a hatost, mint amennyi, ami gyakorlatilag ugye elvárás lenne, hogyha egy nem manipulált dobókockával játszanánk. Oda lehet adni három mikrobitet a gyerekeknek, az egyik csal, ki kell deríteni, hogy melyik a csaló. Nyilván össze kell dugniuk a fejüket, hogy ezt hogyan lehet megtenni. Ki kell próbálni többször, és hát ami gyakoriság szempontjából többször dobja a hatost, vélhetően ő lesz a hunyó. Itt természetesen el lehet menni olyan irányba is, hogy a gyerekeket rávenni arra, hogy gondolkodjanak azon, hogy ezt hogy lehetne leprogramozni. Tehát hogy lehet azt elérni, hogy ne egyenlő valószínűséggel történjen a különböző oldalaknak a megjelenítés. A LED matrix pontja, hogy nem csak úgy lehet manipulálni, hogy az előbb mutattam, tehát hogy szépen így be klikkelgetjük, hogy mi legyen kigyújtva és mi nem, hanem koordináta rendszer szerűen is fel tudjuk fogni. Nullától indexelődik, tehát gyakorlatilag nullától négyig tudjuk megcímezni az oszlopokat, illetve a sorokat is. A 0-0 az a bal felső sarok, a 2-2 az pedig majd a középső LED lesz ezen a mátrixon. Ki tudjuk gyújtani, ugye el tudjuk sötétíteni, az állapotát ellentétesre tudjuk állítani, tehát ez a toggle funkció az annyit csinál, hogyha ki volt gyújtva, akkor pont az ellentétes állapotra állítja ezt, és ki tudjuk használni különböző játékoknál, majd erre is mutatok példát. Animáció esetén például ez az invertálásnál jelenhet meg, hogy van egy alapábránk, és szeretnénk mondjuk azt megcsinálni, hogy egy gombra kattintva az ábra helyett az a változat jelenjen meg, ami invertált állapotú. Tehát ami eddig ki volt gyújtva pont, az ne legyen kigyújtva és fordítva. Ugye ez a projekt nagyon egyszerű, meg kell mutatni egy alapábrát, és onnantól kezdve mondjuk az ágon megnyomására egy dupla egymásba ágyazott ciklussal végig tudok menni a pontokon, és az állapotát azt meg tudom változtatni. És nagyon érdekes egyébként, hogy milyen ikonokból mi lesz az ellentét, néha nagyon nehéz ráismerni, hogy mi volt az eredeti. Tehát hunyorítani kell, nem annyira egyszerű ez a dolog, tehát ezzel is el lehet játszadozni egyébként. És ugye lehetne az is a feladat, hogy oké, megvan az eredeti kép, megvan az invertált kép, egymás után ezt játsszuk le többször. És akkor lesz egy animációnk, ami többször lejátszódik ugye a kijelzőn. Itt adná magát az, hogy amit itt az OnStart blogba írtam, meg nyilván a másik blogba, hogy ezeket a kódrészleteket egymás után így végre tudjam hajtani. Tehát itt már felmerül az igény arra, hogy igazából használjunk függvényeket. Mert így nem tudunk hivatkozni azokra a kódrészletekre, viszont megjelenik a felületen a haladó funkciók között egy ilyen, hogy functions, tehát lehet függvényeket használni. Innentől kezdve az újra felhasználandó kódot azt érdemes függvényekbe írni.
Tehát például megcsináljuk azt a függvényt, ami az alapábrát rajzolja ki, megcsináljuk azt a függvényt, ami az inverz állapotot rajzolja ki, és onnantól kezdve létrehozunk egy animáció függvényt, ami ezeket fogja majd váltogatni. Egy kis késleltetéssel is beteszünk egy kis várakozást. Nagyon egyszerű, tehát áttekinthető lesz a kódunk, nem kell duplikálni a kódot, és a különböző eseményekhez már csak a függvény hívásokat kell betennünk, tehát igazából nagyon egyszerű és jól átlátható kódot fogunk adni. Hogyha játékfejlesztésben gondolkozunk, akkor nagyon ajánlom a game, vagyis a játék blokkban lévő elemeknek a felhasználását, mert nagyon megkönnyíti a dolgunkat. A LED matrix manipulálása egy bizonyos szint felett bonyolult. Tehát például egy fallabda játékot meg akarunk csinálni, és szeretnénk, hogy visszapattanjon a labda a játéktér széléről, akkor bizony ott nagyon el kell gondolkozni, hogy hogyan is folytatódik, tehát milyen koordinátát kell, hogy beállítsak, hogy visszapattanjon a labda. Ez nem baj, tehát a nagyobbakkal nyilván ezt meg lehet csinálni, de alapvetően, hogyha itt a játékokat készítjük, akkor a sprite-okban nagyon sok potenciál van. A sprite az gyakorlatilag egy ilyen rajzobjektum, ez irányjal rendelkezik, meg tudjuk mondani, hogy lépjen előre, valahány lépést, képes visszapattanni a falról, meg ütközhet más elemekről is. Itt olyan, mintha teknős grafikát használnánk, van egy teknősünk, van iránya, és akkor szépen előre mehet, és le tudjuk kezelni akár az ütközést is. Ezzel a módszerrel sokkal jobban és egyszerűbben tudunk játékokat készíteni. Tehát itt a blokkokat, hogyha megnézzük, létre tudunk hozni sprite-ot, egy adott koordinátán fog az megjelenni, tudjuk törölni. Ha van egy sprite-unk, akkor azt tudjuk mozgatni, el tudjuk fordítani az irányát. Csak az X koordinátáját vagy az Y koordinátáját is tudjuk módosítani, le tudjuk kezelni, hogy hozzáír-e valami másikhoz. És szintén itt a játékoknál ugye gyakran előjön az, hogy a pontszámot meg kell növelnünk, vagy be kell állítanunk, erre is lehetőség van. Tehát amikor elindul a játék, utána a pontszámokat érdemes ezen blokkokkal nyilván tartani, mert a játék végén akkor automatikusan kiírja az alkalmazás, hogy mi lett az elért pontszám. Nem kell ezzel foglalkoznunk külön a kiírással, ez automatikusan megtörténik. Illetve használhatjuk ezt a countdown blokkot is, megtehetjük azt, hogy egyszerűen 30 másodpercet állítunk be, 30 másodpercig tart a játék, utána automatikusan véget ér, automatikusan ki fogja írni a pontszámot. Ezt is mindjárt ki fogjuk használni egy projekt keretén. Amit javasolni tudnék, viszonylag egyszerű játék, és mégis élvezetes tud lenni, mondjuk egy lepke vadász játék. Van egy vadász, aki állandóan mozog gyakorlatilag ezen a LED matrixon, az irányát tudjuk módosítani, és a lepkék véletlenszerű pozíción jelennek meg. Amikor hozzáér a vadász a lepkéhez, akkor a lepke az új pozícióra kerül, egy véletlenszerűen választott pozícióra, és ahányszor elfogja a vadász a lepkét, a pontszáma megnő egyel. Ennek az alkalmazásnak a kódja, ez most itt látható, hát gyakorlatilag miről szól. Tehát amikor elindul az alkalmazás, beállítjuk ugye a pontszámot nullára, a vadászt elhelyezzük a 2-2 koordinátán, tehát ez pont a LED matrix közepe lesz, a lepkét is létrehozzuk sprite-ként, és gyakorlatilag elindítjuk a játékot úgy, hogy 30 ezer millisekundumig tart, tehát 30 másodpercig tart a játék, és igazából a háttér folyamatban zajlik a fő logikája a játéknak. A vadász mindig előre lép egyet, hogyha hozzáér a falhoz, akkor visszapattan, van egy kis késleltetés, hogy ne legyen annyira gyors a játék. És igazából azt kell ugye elérnünk, hogy bizonyos időközönként máshova kerüljön a lepke, ezt úgy tudjuk például lekezelni, hogy megnézzük, hogy jelenleg hol tartunk a program futtatásába, és hát megnézzük, hogy azt az időt elosztva valamilyen számmal mit kapunk, tehát a maradék az mennyi lesz. Itt fontos lenne, hogy ne konkrétan azt vizsgáljuk, hogy tényleg osztható, tehát ne egyenlőség nullát vizsgáljunk, mert az nem biztos, hogy bekövetkezik, tehát ahogy fut a kód, tehát valamilyen hiba határt tegyünk rá, én azt írtam be, hogy kisebb, mint 100.
Tehát gyakorlatilag ilyen közel 3 másodpercenként máshova fog kerülni a lepke, véletlenszerű koordinátára fogom rakni, illetve hogyha a vadász hozzáér a lepkéhez, akkor szintén máshova kerül, és a pontszáma is változik. A két gombhoz pedig csak annyi van hozzá kötve, hogy 45 fokkal balra, illetve jobbra változtatom az irányát a vadásznak. Tehát igazából nem egy hosszú programkód, de a tapasztalatok szerint ezzel a játékkal is elég sokáig el tudnak játszani a gyerekek. Arról nem is beszélve, hogy ezt a játékot azért ezt tovább tudják fejleszteni. Tehát ez egy nyílt dolog, ott van egy eszköz a kezükben. Miért ne lehetne kiváltani a gombokat, és akkor dönteni kell az eszköz balra, jobbra, attól függően, hogy merre akarnak menni. Tehát nagyon sokféle módja van arra, hogy ezt az alkalmazást tovább fejlesszék. És itt tényleg azért a gyerekeknek beindul a fantáziája, a tanárnak itt már olyan szerepe lesz, hogy így az ötletekből gyakorlatilag mazsolázzon, vagy olyan ötleteket engedjen megvalósítani a gyerekeknek, amelyeket tényleg az adott tudásuk alapján meg tudnak csinálni. Tehát javaslatokat tehet a tanár, ha túl nehéz dolgot akarnak a gyerekek megcsinálni, akkor lehet alternatívákat javasolni, mert hirtelen itt nagyon beindul a fantáziája mindenkinek, és akkor gyakorlatilag nagyon komplex játékokat is szeretnének csinálni. Ha már játékok, ami egy nagyon jó dolog itt a mikrobitek esetén, hogy rádió kapcsolattal ezek az eszközök képesek kommunikálni egymással. Van egy ilyen rádió blokkunk, itt gyakorlatilag, hogyha egy rádió kapcsolatot felépítünk, akkor azonos csoportba kell sorolni azon eszközöket, amelyeket szeretnénk, hogy egymással kommunikáljanak. Tehát kap egy számot. Ez 0-tól 255-ig bármi lehet. Illetve tudunk számot küldeni, változót és értéket küldeni, karakterláncot küldeni, és vannak olyan események, hogy mi történjen akkor, hogyha a mikrobit az kap egy számot rádió kapcsolaton keresztül, vagy egy változót és egy értéket, vagy egy karakterláncot, tehát egy stringet. Egy egyszerű demóban meg szeretném mutatni, hogy ez hogyan is zajlik. Most a kezdéskor látjuk, hogy a rádió csoportnak az ötös számot állítottam be, bármi lehetne ez a szám. 5 éves a kódvig, ezért most 5 kerül ide. Van egy rajzol nevezetű függvényünk, ami annyit csinál, hogy egyszerűen a LED matrix középső pontját kigyújtja, egy picit várunk, 3 másodpercet, és letöröljük a képernyőt. Az A gombhoz hozzá van kötve az, hogy az egyes számot küldjük át a másik mikrobitnek, és meghívjuk ezt a függvényt. És szintén ebben az alkalmazásban az van, hogy ha számot kapott rádió kapcsolaton a mikrobit, akkor szintén kirajzolja ezt a pontot. Ez gyakorlatban úgy néz ki, hogyha az egyik mikrobiten megnyomom a gombot, akkor a másikon is meg fog jelenni, ki fog rajzolódni. És most igazából látjuk, hogy ugyanazt az alkalmazást rá lehetett tölteni mindkét mikrobitre, tehát nincs külön adó meg vevő alkalmazás, szépen működik. De akár meg lehetne csinálni külön is. Az a játék, amit erre kitaláltam, és egy jó bevezető lehet, úgy neveztem el, hogy forró krumpli, tehát hogyha valakinek forró krumplit dobnak a markába, akkor igyekszik minél gyorsabban megszabadulni tőle. Tehát ez gyakorlatilag egy ilyen reakciójáték. Arról szól, van két mikrobitünk, az egyik mikrobit indítja el a játékot az ágon megnyomásával, és onnantól kezdve, ha megjelenik a kijelzőn ez a krumpli, akkor a B gomb megnyomásával minél gyorsabban meg kell tőle szabadulni, és át kell adni a másiknak ezt az objektumot. És számoljuk azt, hogy hányszor sikerült átadni a másik mikrobitnek. Hogy ne az legyen, hogy a gyerekek állandóan nyomogatják a gombot, azt is bele kell programozni, hogyha valaki olyankor nyomta meg a gombot, amikor még nem volt nála ez a forró krumpli, akkor pont lebonást fog kapni. Tényleg egy ilyen reakció időjátékot csinálunk, hogy amikor megjelenik, minél gyorsabban át kell adni. És hogyha itt közben a videó nem tudom mennyire látszódott, de megmutatom akkor még egyszer. A végén azt is láttuk, hogy ugye amikor a játék véget ért, akkor automatikusan kiírta az eszköz azt, hogy game over, meg kiírta a pontszámot. Semmit nem kell ehhez leprogramozni igazából, ez automatikusan történik a játék végén.
Amit még meg szeretnék mutatni, hogy ezeket az effekteket is automatikusan csinálja a Mikrobit. Most van az az állapot, hogy nincs ott a krumpli, de nyomogattam a B gombot, és látszik, hogy így felvillan. Tehát ez igazából itt most a pontlevonások megtörténtek, mert olyankor akartam átadni ezt a kis képet a másik eszköznek, amikor még ott sem volt. Ennek a kis egyszerű játéknak itt látható a forráskódja. Nyilván kezdéskor be kell állítani a pontszámot, beállíthatjuk azt, hogy 30 másodperc múlva álljon le a játék, tehát fél percig tart mindig egy menet. És az A gomb hatására mi történjen? Tehát ahogy említettem, az egyik mikrobiten, hogyha megnyomom az A gombot, azzal kezdeményezem azt, hogy elinduljon a játék. Ilyenkor a rádió kapcsolaton ezt a karakterláncot átküldöm a másik eszköznek, hogy kezdés, és meg is hívom ezt a függvényt. Hát maga a kezdés az ez, ugye, hogy beállítom a pontszámot, és indul a játék mindkét eszközön, ugyanakkor fog indulni a játék. Kirajzolom a kezdőábrát, és akkor onnantól kezdve már ugye a gombnyomások fogják befolyásolni, hogy ez átmegy a másik eszközre. Mi történik ugye a rádió kapcsolaton, hogyha kapok egy adott értéket, hogyha azt az értéket kapom, hogy kezdés, akkor meghívom azt a funkciót, ha viszont azt az karakterláncot kaptam, hogy átad, akkor ugye látszik, hogy kirajzolom az ábrát, és ami még bele van építve itt a programba, hogy le kell kezelni azt, hogy ténylegesen én jövök, vagy az ellenfél jön. Tehát ne az legyen, hogy folyamatosan nyomkodják a gombot, ezért ezt szépen lekezeljük, hogy amikor átküldtem a másik játékosnak ezt a bizonyos objektumot, akkor nyilvánvalóan már nem én jövök, hanem ő jön, tehát hamisra állítjuk ezt a változót, és a pontszámokat is természetesen ezek alapján fogjuk módosítani. Tehát, hogyha olyankor nyomtam meg, amikor nem kellett volna, akkor mínusz egy lesz a pontszám, tehát annyival, tehát egyel fog csökkenni igazából az összeg. Mínuszban nem tudunk menni, tehát nulláig fog lemenni az érték. Amire most nem volt idő, ugye csak egy részét tudtam érinteni a programozásnak is, tehát nem néztük meg az összes ilyen blokkot, amit lehetne használni, tehát ez bátran fel lehet fedezni önállóan is. A szenzorokban azért vannak itt haladó lehetőségek, amiket ki lehetne használni, illetve nagyon sok olyan kiegészítő van, amellyel a mikrobitnek a tudása az bővíthető. Láthatunk itt például egy robotot. Ez egy vonalkövető robot, ha mikrobitet beledugjuk, akkor onnantól kezdve már ezeket a motorokat is tudjuk nyilván indítani. Tehát a robotika alapjait is azért el lehet kezdeni a mikrobitekkel és ezekkel a kiegészítőkkel tanítani. Vagy látunk itt például olyan panelt, hogyha a mikrobitet beledugom, akkor gyakorlatilag már nem csak ezeket a nagy csatlakozási pontjait tudom kihasználni, hanem a piciket is. A nagyra ugyanis egy egyszerű krokodilcsipesszel is rá tudnék csatlakozni, a picikkel azért sokkal nehezebb, viszont egy ilyen eszköznél már a ledeket ezekbe a csatlakozási pontokba már sokkal jobban be tudnám ugye illeszteni, illetve hát ez egy újdonság, ezt még nem is lehet megrendelni, csak előrendelésben működik jelenleg, ilyen háló ledsor, ahol még látványosabb ilyen vizuális effekteket tudunk egyébként készíteni. Nem említettem, de a fülhallgatót is rá lehet kötni egyébként a kivezetéseire a mikrobitnek, tehát akár hangot is ki lehet csiholni ebből a kis eszközből. Remélhetőleg a Nádori Gergely, a következő előadó erről is fog majd beszélni. Összefoglalva, én egy nagyon jó eszköznek tartom, nagyon egyszerű a programozása, láthatjuk, hogy egy ilyen blokk szintű környezetben is lehet igazából programozni. A nagyobbak már a JavaScript lehetőségeit is kihasználhatják, vagy ha valaki Pythonban szeretné mondjuk programozni, arra is van lehetőség. Nagyon hamar sikerélményt ad, nagyon jól kézzel fogható. Nem egy olyan alkalmazást látunk, hogy ruhán is lehet hordani ezt az eszközt. Vagy akár egy ilyen karórát csinálnak belőle a gyerekek, tehát rárakják egy ilyen szíra, és akkor a kezükön hordják. Nagyon jó, hogy gesztusokkal vezérelhető, tehát hogy tudom dönteni, tudom rázni. Akár távirányítóként is lehet használni, van egy ilyen csomagja, hogy Bluetooth
Bluetooth kapcsolaton hozzá tudom rendelni egy mobiltelefonhoz, és akkor akár a média lejátszóját tudom távirányítani, akár a kamerát is tudom távirányítani. Láthatjuk, hogy kiegészítőkkel hihetetlen módon bővíthető a funkcionalitása, és hát igazából alig tudnék mondani olyan korosztályt, akiben nem lehet igazából alkalmazásokat készíteni, hát felnőttként is nagyon élvezi ez sokszor az ember, de hát tényleg kisgyerekekkel már az animáció készítést el lehet készíteni, a nagyobbakkal meg multiplayer, tehát ilyen több játékos játékprogramokat készíteni, ez mindenképpen hatalmas potenciál. És hát a robotika bevezetésére, az okos otthon témakörök bevezetésére is nagyon jó lehet, hiszen a külső szenzorokkal azért nagyon sok mindent meg tudunk tenni. Ugye jöhetne a kérdés, és remélem felkeltettem az érdeklődést az eszköz iránt, hogy hol lehet akkor kipróbálni. Nézzük. Nem sokára lesz a kutatók éjszakája, és ugye az ELTE informatikai karán is készülünk erre az eseményre. Én három ilyen játékos programozás mikrobitekkel foglalkozást is fogok tartani. Ezek nem sokára meghirdetésre kerülnek ezen a portálon. Be lehet jelentkezni, meg lehet nézni, ki lehet próbálni ezeket az eszközöket. A másik, amit Attila is említett a bevezetőben, hogy nem sokára ugye a digitális oktatási konferencia és kiállítás is elkezdődik, és itt is nyilvánvalóan mikrobitekkel is lehet találkozni, de sok más újdonsággal is, tehát aki el tud jönni, javaslom, hogy jöjjön el nyugodtan, ráadásul ugye a konferencia részvétel az beszámítható a kötelező továbbképzés teljesítési keretébe is. És hát nagy örömömre szolgál, és gyakorlatilag most mondom először ezt a lehetőséget, tehát ti ismeritek meg először, hogy elindítunk egy olyan kezdeményezést, ami már bevált más eszközök kapcsán. Fári János kollégám találta ki ugye a robotcsámborgás kezdeményezést, hihetetlen sikere van, fel kell iratkozni iskoláknak, és akkor postán megkapják ezt a csomagot, és tovább küldik a másik iskolának, aki éppen soron következik a feliratkozásokban. Egy hasonlót szeretnénk elindítani. Most rendeltük meg a csomagot, tehát úton van. Az NYSZT közoktatási szakosztálya és az ELTE tét kuckója közösen elindít egy mikrobites csámborgást. Ez azt jelenti, hogy lesz majd egy felület, ahol fel lehet iratkozni az iskoláknak, és egy teljes osztálytermi csomagot postán el fogunk küldeni. Ez 20 mikrobitet tartalmaz, tokokat, elemeket, és innentől kezdve az egy-egy iskolánál egy-két hétig lehet ez a csomag, és akkor a soron következőnek továbbítani lehet. Tehát lesz pár szerencsés iskola, aki már a Code Week-en is tud ezzel foglalkozni, de aki nem, az se csüggedjen, tehát máskor is nyilvánvalóan az oktatásba be lehet vinni ezeket az eszközöket, illetve a szimulátorra fel lehet készülni arra is, hogy ha ott lesznek az eszközök, akkor már a szimulátorban elkészített alkalmazásokat rá lehet tölteni. Javaslom mindenkinek, hogy nézze a Téthálós Facebook csoportot, illetve a Tétkuckos honlapunkon ugyanúgy ki fogjuk tenni ezt a meghívást, ahogy megérkezik ez a készlet, útjára fogjuk bocsátani, és lesz egy regisztrációs felület. Remélem minél több iskolához eljut, és hogyha valaki beleszeret ebbe az eszközbe, úgy, ahogy én is beleszerettem, akkor hát, ha lesz arra lehetőség, hogy ténylegesen az iskolák ilyeneket rendeljenek, akár szponzori úton, vagy hogyha lenne lehetőség arra, hogy valamilyen eszköz beszerzés rendelkezésre álljon az iskolába, akkor lehet ebben gondolkozni, hiszen az ára egy-egy ilyen készletnek, egy 20 fős készletnek, az igazából olyan, mint hogyha egy Lego robotot vennénk. Tehát egy Lego robot árából egy egész osztályterem készlet rendelkezésre állna, tehát ezért is nagyon jó kis kezdeményezést tartom. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, hogyha van kérdés, akkor szívesen válaszolok rá. Köszönjük szépen Andornak a kiváló előadást, és itt a chatben lehet kérdezni, már azt hiszem jönnek is kérdések, és addig a következő előadó Nádori Gergely is felkészül, hiszen már ő is itt van.
Így a hozzászólásoknál látom, hogy valamelyik iskolában már van 16 mikrobit. Azt hiszem, hogy nagyon sokan irigyelik ezt az iskolát. Többen írják, hogy már van mini is változat is. Mielőtt az előadást elkezdtem, egy kedves kollégám Szántai Károly rámért, hogy akadálymentes változata is van már a mikrobitnek. Készítettek egy nagyobb változatot, és hozzáférhető olyan gyerekek számára is, mondjuk finom motorikus képességek nem tennék lehetővé, hogy egy ilyen kis eszközt használjanak, de így elérhető például számukra is az eszköz. Külföldről is lehet rendelni, hazai forgalmazója is van, hiszen ma már abszolút hozzáférhető lehet. Igen, jött kérdés, illetve egy megjegyzés erre vonatkozom, hogy plexitok is létezik hozzá. Ezt nagyon javaslom egyébként, hogy ne csak magát az eszközt rendeljük meg, hanem menjünk arra is, hogy azért ez sérülhet. Tehát ha leveszi a gyerek, akkor az előfordul, hogy megsérül, tehát egy plexitokba ezt be kell helyezni. Az a csomag, amit útjára indítunk, az ezt a kokot is fogja tartalmazni, hogy már tavarásra használni a hátterű körülmények között. A kok, tehát van olyan kok is, aminél ezt a külső elemtartót is rá lehet csökkenteni, így tényleg egy ilyen nagyon mobil eszköz, amit gyakorlatilag bárhova elvihetünk magunkkal. Ugye egész addig, amíg nem töröljük le, tehát nem írjuk felül a memóriáját az eszköznek, az a program, amit rátöltöttünk, az működik. Tehát ha a tápellátást elveszem, visszadugom, akkor az a program még egyszer, tehát el fog indulni. Van az eszköz hátulján egy reset gomb is, tehát hogyha úgy készítem el a játékot, mondjuk, hogy 30 másodpercig tartson, de újra akarom indítani, akkor azt a gombot megnyomva újra tudom indítani az egész projektet. Köszönjük szépen, és akkor kérem, hogy Nádori Gergely készítse össze, próbáljuk ki a prezentációt. Talán Andor még marad, és a végén lehet még kérdezni, illetve a chatben fog tudni válaszolni addig is, ameddig elindul a második előadás. Lehet-e hallani, amit most mondok? Szuper. És lehet-e látni azt, amit mutatok? Nagyszerű. És akkor itt most gyorsan én mindenkivel megosztanám azt az oldalt, ahová összegyűjtöttem néhányat azok közül az alkalmazások közül, amiket én mutogatni fogok most. És meg is. Osztom ezt, hogy lássuk. Igen, a következő kérdésem, hogy lehet-e látni akkor ezt az oldalt most. Nagyon jó. Jó. Persze, igen, egy picit úgy vagyunk ezzel, mint a róka. Jó, most már látom én is, hogy mit mutatok.
De azt gondoltam, hogy nem látszanak nem tudom egyszerre nézni a megosztott képernyőt meg a videót, de sikerül. Amit én szeretnék mutatni, az egy picit az, hogy hogyan lehet még kijebb lépni a Microbit-tel, egy lépéssel kijebb, ami azt jelenti, hogy még inkább ilyen a való világhoz kötődően használni dolgokat. És az első ilyen dolog, amit mutatnék, az borzasztó egyszerű, hogy egy ledet is meg lehet hajtani a Microbit-tel, amihez semmi másra nincsen szükségünk, mint két krokodilcsipeszre, meg egy ledre, és nekem már kell, hogy legyen itt egy elkészítve. Itt is van, és akkor mutatnám, hogy hogyan néz ki. Ezt gyorsan ide csatlakoztatom, hogy kellő mennyiségű áramhoz jusson. Tehát ami itt érdekes, hogy ezeket a krokodilcsipeszeket, hova kell tennem, hogy látszódjon. Itt van, ugye a két krokodilcsipesz, az egyik az a földeléshez van kapcsolva, a másik az pedig a nullás pinhez van kapcsolva, és itt látható, hogy maga a program az semmi más nem csinál, mint hogy megnézi azt, hogy mennyire döntjük meg a mikrobitet, és hogyha egy adott döntésnél kisebb ez, akkor a magas értéket írja ki a nullás pinre, amelyik egy LED esetében azt jelenti, hogy akkor azt felgyújtja, és ha meg nagyobb ennél, akkor meg eloltja. A következő, amit az ember csinál, az az, hogy ezt a ledet kapcsolja ide, így talán jobban lehet látni. Ja, amire itt mindig figyelni kell, az, hogy a hosszú láb megy a pozitív részhez, a rövid láb megy a földhez, és akkor lehet látni, hogyha elforgatom a mikrobitet, akkor felgyullad a LED. Remélem, hogy ezt lehet látni. Persze, ez aztán bármilyen hosszú vezetékkel meg lehet csinálni, tehát akármilyen távolságba rakhatom ezt a ledet, amit így a mikrobittel az ember meghajt, és hát alapból hármat lehet megvilágítani, mert hogy a 0,1,2-es pin kivezetést lehet erre használni. Sorsan megnézem a Nem kell ellenállás hozzá. Sok mindennel sokkal olcsóbb. Tehát amit én most mutatni fogok, azok nem a kellemes, hanem az olcsó dologról szólnak. Tehát ilyen ledet fillérekért lehet venni, és a krokodilcsipesz sem rettentően drága. Mindenre van sokkal akár kényelmesebb, meg kellemesebb, meg stb. Megoldás. Itt amiről én szeretnék beszélni, az, hogy ezt hogyan lehet nagyon egyszerűen és kis költségvetésből megoldani. A következő, amit mutatnék, az megint arról szól, hogy hogyan lehet a külvilághoz csatlakoztatni a mikrobitünket. Itt a PIN 2 Pressed az, amit használunk, és hogyha ezt a nullásból átkötöm a kettesre,
és gyorsan letöltöm a mikrobitemre ezt a programot. Akkor a következő történik. Itt látszik a kis mikrobit. Amikor itt ezt összekötöm, akkor felgyullad. Ez pont nem látszott. Nem tudom, így látszik-e. Hogy amikor összekötöm, akkor itt felgyullad a nyuszi, és égve marad pár, vagy egy rövid időn át, de itt 300 millisekundumig, és amivel aztán itt persze tovább lehet játszani, hogy igazából az is elég, én is rövidre tudom kötni, hogyha úgy adódik, mert hogy én is vezetek, vagy ami még izgalmasabb lehet alkalmasint, ez itt sóvízgyurma. Amelyik hát pont a só része miatt kellőképpen vezet, és akkor elég, hogyha ebbe a sóvízgyurmába szúrom be, így látszik talán, akkor is ugyanúgy működik. Nem tudom, hogy hányan ismerik esetleg a Méki-Méki nevű rendszert, aminek ugye pont az a lényege, hogy ilyen bármit igazából billentyűzetre rá lehet kötni, és akkor lehet zöldségekkel működtetni zenekart, bármit, stb. Nos, a mikrobit ebben az esetben ilyen paraszt Méki-Mékinek teljesen jól használható, és teljesen jól lehet vele dolgozni. A következő dolog, amit szeretnék mutatni, az a zene készítés a mikrobittel, aminek a kulcsa az pedig itt figyelhető meg, remélem, hogy lehet látni. Így néz ki maga a program, és amit én csináltam, az az, hogy a föld, hol vagyunk, itt vagyunk, ops, ugye lehet hallani, hogy működik, tehát a föld, az van a ennek a jackdugónak erre a részére, a műanyaghoz legközelebbi részéhez kötve, és mondjuk a nullás pin van a következőhöz kötve, és hogyha letöltöm ezt a programot, akkor már lehet látni is, hogy mit csinál. Ez csak itt közben még egy korábbi program futott rajta. Tehát, hogyha ezt rámentem a mikrobitemre, akkor, hogyha megnyomom az A gombot, akkor lejátszódik a zene. Ugye itt a, amiket én itt beállítgattam, ezeket a music fülből szedegettem le, amit a színe is mutat, gondolom. Ezt közben becsukom, meg ezt is becsukom, és nem láttam, hogy mit mutogatok, jó. Tehát, hogy ebből a fülből szedtem le, és az egyik dolog, amit be lehet állítani, hogy milyen legyen a tempó, amivel dolgozunk. Ugye itt most a kezdetben ezt beállítottuk 120 ütem per percre,
De hát ezt, ha akarom, akkor felvihetem mondjuk 240-re is. 240-re. És akkor azt fogom látni, hogy már is sokkal gyorsabban játsza le nekünk az egészet, amint benyomjuk. Itt ugye azt is lehetett hallani, hogy van egy, amelyik nem kellő hosszúságú. Ennek az az oka, hogy amikor itt a lejátszást adom meg, akkor azt adhatom meg, hogy hány ütemig szóljon, és egy fél, egy tizenhatot, kettő, négy ütemet lehet beállítani. Nekem viszont itt másfél ütemre lett volna pont szükségem. Ezért, ahelyett, hogy itt ütemben adom meg, ezért ezred másodpercben adtam meg, az viszont a 120 ütem per perchez számolt ezred másodperc volt, úgyhogy itt ez most túl hosszú lett. Azt is lehet látni, hogy a hangokat azt megadhatom hercben is, vagy megadhatom így is, hogy melyik hangról van szó, amit szeretnék használni. És akkor a zenéből a következő, amit mutatnék, az, hogy a zenét persze lehet egyenként is léptetni, és ehhez viszont egy ilyen tömböt hoztam létre, ezek itt a frekvenciák sorban egymás után. És ugye az történik, hogy amikor lenyomom az A-t, akkor ha a végén jártunk, akkor a nullára állítjuk, egyébként egyel növeljük, és lejátszuk azt a hangot. És akkor ez pedig így fog működni nekünk. Amint feltöltődik. Na, és akkor persze mindent kombinálni is lehet, és lehet nem a gombokkal irányítani ezt, hanem akár a pinekre kötni. Itt ugye csak annyi a különbség, hogy az eseményt azt nem azzal irányítjuk, hogy az A gombot lenyomjuk. Ez még régről maradt itt, mindegy. Volt egy korábbi próbálkozás, amikor ennek még volt értelme, de nem kell, nincs rá szükség. Tehát, hogy a PIN 2 megnyomása az, amelyik elindította a zenét, és itt azt mutatnám meg gyorsan, hogy az egyik trükk, amit használtam, hogy ide a földeléshez van a fekete csatlakoztatva, és a feketéhez van a zöld színű csatlakoztatva, a kettes pinről jön a sárga, és a piros az pedig a nullás pinről. Ugye a nullás pin az, amelyik ide a hangfalhoz megy, és a zöldet meg a sárgát, azt mondjuk akár megint a sóvíz gyurmánkba rakhatjuk bele. És megint, hogyha letöltöm ezt a
remek muzsikát. Hopp, de hova lett maga a mikrobit? Akkor a mikrobitre töltöm le. Megtörtént. Akkor na. Itt jobban látszik talán. És akkor itt tényleg megint nincs, hopsz, ez én voltam, rajtam keresztül záródott rövidre, tehát megint nincsen ennek nagyon korlátja, hogy mi mindent lehet ebben megcsinálni, akár a fémkorláthoz is lehet, és aki arra jár, az tudja éppenséggel rövidre zárni, és elindítani a zenét, vagy bármi mást, a ledeket felgyújtani, amit csak szeretnénk azt működtetni. A következő, amit szeretnék mutatni, az a szervó motoroknak a használata. És ezek szerintem borzasztóan jópofák meg érdekesek. A gyerekek beépítették ide, de akkor azért mutatnám, hogy csúnyán beépítettétek. Tehát, hogy ezekről a kis szervókról van szó, amik fillérekért vásárolhatóak, hogyha az ember nem Magyarországon akarja megvenni őket, hanem mondjuk megelégedik abba, hogy Kínából rendelje meg, és akkor mutatnám, hogy mit tud maga a rendszer. Ugye magát a szervót azt úgy kell használni, hogy itt három színű zsinór jön le róla. Az egyik az a föld, a másik az, ahol a tápot kapja, és a harmadik az pedig, amivel irányítjuk. És hogyha ennek most mondjuk adunk egy külső tápot, akkor azt lehet látni, hogy a A gomb és a B gomb megnyomására változtatja az irányát. Ugye a szervókban az a jó pofa, hogy meg lehet adni fokra, hogy mennyi legyen. 180 és 0 fok között lehet a nagyságát fokonként változtatni, hogyha mondjuk én itt ebbe rögtön belenyúlok, és azt mondom, hogy csak 90 és 100 vagyis 0 fok között változzon, akkor azt lehet látni, hogy most csak a 90 és a nulla között változik a forgás.
Tavaly például az évvégi ilyen iskolai fesztiválra, akkor a diákok építettek egy olyat, ugyanilyen kis szervóval, ahol egy műanyag dobozban volt víz, és akárhogy forgattuk a mikrobitet, a víz az soha nem ömlött ki, mert hogy mindig egyenesen maradt. A következő, amit mutatnék, az már egy bonyolultabb rendszer. Ez a kukac. Ahol erre a kartonpapírra szereltük fel a szervót, az elemtartót és a mikrobitet. Nagyon rondán mennek a kábelek, de ez legyen a legnagyobb probléma. És hát itt lehet látni, ennyi az egész, hogy ez egy gémkapocsból van hajtogatva, amivel ezeket összekötöttük. És nem is ezt fogom én most gyorsan használni, mert hogy ezt már egy kicsit elbonyolítottam, hanem előkerül az, amit itt a Andor is már mutatott, hogy rádióval tudnak kommunikálni egymással ezek a mikrobitek. Ugyanis itt az történik, hogy amíg a RAN nevű változó 1, addig fél másodpercenként a 180 és a 0 között változtatja a szervó nagyságát. Amikor a rádión kap egy számot, akkor ezt a számot a RAN változóval felelteti meg, és ha az A betűt nyomom le, akkor az egyes számot küldi el, tehát akkor el fog indulni és menni fog, ha a B betűt nyomom le, akkor a B-t küldi el, és ezt én most gyorsan erre a másik mikrobitre, amelyik idáig. Bocsánat. Nem ez volt a cél, hanem azt keresem, amelyikről a ledeket működtettem. Itt van. Tehát erre a mikrobitre rátöltöm ezt a kontrollt is. És akkor azt fogjuk látni, hogy amint én megnyomom az A betűt, nagyon remélem, akkor a rádióval elküldi az egyest, és elindul ez a kukac. És hogyha meg a B-t nyomom meg, akkor megáll. Ára megint elindul. Ezek nem nagyon gyors kukacok, de arra például kifejezetten jó pofák, hogyha többen csinálnak többfélét és összerakják, akkor ezzel, hogy a rádióval indítjuk őket, ezzel akár versenyeztetni is lehet, mert ugye egyszerre fognak elindulni, és megnézzük, hogy adott idő alatt melyik jut legmesszebb, amikor megállítottuk őket. Gyorsan ránézek a... Igen, én ezeket valóban az AliExpressről szoktam rendelni, majd mutatok is akár linket, hogy honnan, meg hogy mire érdemes rákeresni.
Ezeknél a kis szervóknál a kulcskifejezés az a 9G szervó, ami általában működik, és akkor az kihozza a megfelelőket. Ez volt a szervó, meg a mozgás, és akkor ennek persze megint nincs nagyon határa, hogy mi minden juthat még az embernek az eszébe, hogy mi mindenre lehet használni, meg mi mindent lehet vele mozgatni, meg és így tovább. Itt talán ugye, ami egyedül számíthat, hogy itt ezek a szervóknak a vége az ilyen, talán így látszik, ilyen jumperekkel lehet hozzá csatlakozni, és mondjuk ennyi munkám nekem volt, hogy jumpereknek a végére forrasztottam krokodil csipeszeket, hogy aztán a Microbit-hez lehessen őket csatlakoztatni, és nagyon kicsiknek a kezébe nem szívesen adnék forrasztópákát, nagyobbaknak egyébként gond nélkül. Igen, tehát ahogy mondtam, tehát a szervó az ilyen, remélem, hogy most látszik, tehát a szervó az ilyen jumper anyában végződik, és akkor ahhoz kerül hozzá a jumper apa, ugye egy kis tű van a végén, amelyiket hozzá kell rakni, és a jumper apák végén pedig a krokodil csipesz található meg. És most például, hogy megfelelő, persze, ha valaki nálamnál sokkal pedánsabb és rendesebb ember, akkor itt a megfelelő színeket csatlakoztatta volna egymáshoz. Én nem ezt tettem, és szerencsére most akkor nem is jól raktam össze őket, de majd ebben máskor fogok harcolni. A következő ilyen dolog, amit még beszeretnék mutatni, ami szintén nem igazán drága, vagy inkább kifejezetten olcsó, de jópofán meg izgalmasan használható, azok az úgynevezett neopixel ledek, LED sorok, amikhez szintén megvan a saját könyvtára a Microbitnek. Ugye itt azt lehet látni, hogy itt így szépen, nem tudom mennyire lehet látni, sorban vannak ledek egy műanyag csíkon, és itt pedig a csatlakozások nál ezt akár el is lehet vágni, hogyha akarom, akkor el tudom nyisszantani. És igazából olyan hosszút kapok, amilyet csak szeretnék, ezeket méterre lehet vásárolni. Aminél sűrűbben vannak, azok drágábbak, aminél ritkábban, azok olcsóbbak. És hát itt megint azért elő kell venni a forrasztópákát, mert hogy itt a végén az ember akkor hozzáforraszt olyan zsinegeket, amik jó eséllyel krokodil csipeszekben végződnek. Itt megint három elvezetést találunk, föld, táp és a kontroll.
és ezek itt is a microbitben mennek a nullába a Föld, a táp az a 3 volt nevűbe, és a kontroll az pedig a nullás pinen, mert én onnan fogom irányítani, de lehet a többiből is. A microbit alapból nagyjából olyan 10-15-öt hajt meg, de semmi akadálya nincsen az ég egy adta világon, hogy a táp az ne kívülről jöjjön. Tehát rá lehet kötni 5 voltot bárhonnan, és akkor akár 300 ilyen ledet is tudunk irányítani. Ahhoz, hogy használni tudjuk, ahhoz a mikrobittel, ahhoz egy pici trükkre szükség van, méghozzá arra, remélem, hogy lehet látni a képernyőt. Igen. Tehát, hogy arra lehet használni, hogy az ember irányítsa. Ami a trükk, az az, hogy itt ide kell kattintani az Advanced-be, és ott lent van egy olyan, hogy az Add Package, tehát hozzáadunk egy csomagot, talán ezen jól fog látszani, mert ezen nincsen hozzáadva csomag, de itt is hozzá van adva, kuka. Tehát azt mondom, hogy hozzá akarok adni csomagot, és akkor itt ki lehet választani, hogy én a Neopixel csomagot szeretném hozzáadni. Ha azt hozzáadom, akkor itt megjelenik egy új, a Neopixel nevű rész, és akkor ezt töltsük is le erre a mikrobitre, és nézzük meg, hogy mit tud és hogyan működik. Ugye először is meg lehet nézni, hogy a legelső dolog az az volt, hogy itt definiáltam egy Neopixel sort, amelyikről azt mondtam, hogy a nullás pinhez van kötve, és 5 LED hosszúságú és RGB-ként fogom címezni, és az ő neve az az, hogy NeoP. És utána pedig azt mondtam neki, hogy ezen egy mutasson nekem egy szivárvány, amelyik az 1-es szintől a 360-asig megy, tehát ez a hexakódoknak megfelelően van kódolva. És a következő pedig, ami nagyon fontos, hogy a neopixelek használatánál bármikor, hogyha azt szeretném, hogy valami történjen, akkor utána utasítást kell neki adni arra, hogy ezt mutassa is a neopixelen, és akkor mutassa meg, és ahogy itt lehet látni, itt szépen égnek ezek. Ezek után mit mondtam? Azt mondtam, hogy amikor a át megnyomom, akkor egyel mozogjanak ezek odébb. És lehet látni, hogy körbe-körbe mozog, ahogy én itt nyomogatom. A színek. A következő, amit mutatnék a neopixelekkel, hogy persze az is lehet, hogy ezt úgy állítom be, hogy
magától fusson végig. De itt mi történik? Az történik, hogy létrehoztam ezt, csak a felét, tehát csak a pirosig, és utána itt egyel tovább tolom, ami azt fogja jelenteni, hogy a legutolsó az kialszik, és a többi lép egyet előre, utána mutassuk ezt meg, várunk, ezt ismételjük ötször, majd hát tulajdonképpen kezdjük előről az egészet. És akkor lehet látni, hogy valóban itt így az 5 pixel az elején felgyullad, és aztán sorban kialszik. Az utolsó ilyen neopixeles dolog, amit mutatnék, bár igazából egy csomó mindent meg kellene még mutatni. Itt mi történik? Itt az történik, ugyanígy létrehozom, megmutatom vagy létrehozom a szivárványt, és van egy sebességváltozónk, amelyik jelen pillanatban 300-ra van állítva a legelején, és utána pedig az X tengely menti döntés függvényében változik ez. És ahogy lehet látni, ugye itt folyamatosan majd körbe-körbe mennek a színek, amit megmutatok, és várok annyi ezred másodpercet, amennyi éppen itt a sebesség volt. Hát mutatom, hogy akkor ez miként működik. Ugye itt, amikor nincs megdöntve, akkor nagyon gyorsan megy, és amikor megdöntöm, akkor egyre lassabban fog menni. Tehát lehet látni, hogy annak a függvényében, hogy mennyire döntöttem meg, annak a függvényében változik a sebessége annak, ahogy a kis ledek színe az végig szalad itt. Ennek a neopixeleknek még az egy jó pofa dolga, itt hátul ez öntapadós, tehát fel is lehet ragasztani bárhova, lehet olyat csinálni, aminek a színe a hőmérséklet függvényében áll be. Amit talán itt még nem említettem, pedig kellene. Pont én arra most példát nem hoztam. Hogy itt a neopixel utasítások között van olyan, amivel az egyes ledeknek adhatom meg azt, hogy milyen színű legyen. Tehát ugye itt van a nullától kezdi a címezés, tehát ez az ötös, ez most ugye nullától négyig van beszámozva, és akkor meg lehet adni, hogy a hányas számúnak
milyen színe legyen, és itt ugye még a telítettséget, meg a fényerőt is lehet rajta változtatni, tehát nagyon pontosan és nagyon jópofa színhatásokat lehet vele elérni, és ahogy mondtam, hogyha az ember külső tápot ad neki, akkor akár 300-at is lehet szépen sorban működtetni. Nem sokkal drágábbak egyébként az ugyanilyen neopixelekből azok, amik egy műanyag tokban vannak, és akkor azokat ki is lehet rakni akár a házfalára, hogy ott villogjanak nekünk. Én ennyit szerettem volna mutatni. Alapból arról, hogy hogyan lehet ilyen külső dolgokhoz csatolni a mikrobitet, hogyan lehet még inkább a, nem tudom, a fizikai világhoz kapcsolni a programozást,